Nemcsok László vagyok, a Békés megyei Hírlap és a Beol újságírója. A podcastunk eheti vendége Solc Endre, Békés Csabai festőművész, aki többek között életpálya és életműdíjjal is rendelkezik. A korábbi években pedig megkapta Békés Csaba kultúrájáért kitüntetést is. Beszélgetésünk egyik apropója az, hogy Endrének 30 év után ismét Párizsban lesz kiállítása. Mesélnél erről? Milyen volt az első, hogy jött össze, és hogy mi adja ennek az apropóját a mostaninak? Az első rendkívül kalandos úton jött össze. Ha azt elmesélném, akkor tulajdonképpen az egész újságot betölteném ebben a kalanddal. Én tulajdonképpen kalandvágyból is maradtam Békés Csabán. Innen intézni a dolgokat rendkívül jó, mert nem zavar senki az álmodozásban. És az álmokat kezdődtek itt tulajdonképpen a jelenlegi munkahelyemen, amit esélypedagógiai központnak is hívunk. Előtte egy sportkollégium volt ott, és onnan indult ez az ötlet, hogy éppen Bogár János kollégám megérkezett Moszkvából, elvégezte az orosz szakot, és gondoltuk, hogy oroszul megszólítjuk Belmondót Párizsban, felhívjuk telefonon, hogy jó lenne nekem ott egy kiállítást csinálni. És ki is kerestük a telefonkönyvből, a dobozba, ami a telefonpénznek volt kikészítve, néhány kulcsot bedobtunk, és már is tárcsáztuk Párizst. És milyen telefonkönyvben volt Belmondó száma? Nem kellett különösebben, az információ megadta, tehát a telefonkönyvet csak képletesen mondtam. A Varieté Színházat ő megvásárolta, tehát tulajdonképpen a Varieté Színházat hívtuk, és kerestük Belmondót, a színészt. És elmondtad, ez délután 3-4 óra volt, és pont bent is volt, és a titkár, a Zsák Tönár vette át a telefont, ugyanis Belmondó beleszólt, mi pedig félig oroszul, félig németül, félig szlovákul beleszóltunk, hogy szeretnénk vele beszélni. Mondta, hogy ez érthetetlen, amit mondunk, keresünk egy francia tolmácsot. Na most sikerült is Kozma Évike életre szóló élmény ez volt, hogy a Keribe áttelefonáltunk, és a francia tanárnőt kerestük, a vendéglátós francia tanárnőt, aki átjött a kollégiumba, és ő vette át a szót, ő beszélt Zsák Tönárral, a titkárral. Kozma Éva jött ki tolmácsként, és ő tényleg utána kapott egy lehetőséget. Azóta egy francia cégnél dolgozik Londonba, vagy illetve Manchesterbe, azt hiszem. Tehát az a lényeg, hogy mondta, hogy ha másnap 10 órára megérkezik az anyagom, a fotók, a képeimről, akkor megnyitja a kiállítást. Hát tudta, hogy még a vasfüggöny nem omlott el teljesen, ez a rendszerváltás környékén volt, 90-ben, és tudta, hogy lehetetlen, hogy én oda küldöm másnapra az anyagomat, és ő hát gondolta, hogy ebben el is hessegeti ezt az egész kiállítási dolgot, de sajnos nem így történt, mert Major Gyuszi... Hál' Istennek! Hál' Istennek, ugyanis igen, Major Gyuszitól elkértem a Csaba TV-től a Warburgot, felmentem Budapestre, este 9-10 órára megérkeztem Budaörsre, egy bérháznak a 6. emeletén volt éppen húgom, az aktuális vőlegényével, Kövér Imre kapitánnyal, a DC-400-as vezetőjével, a Malévnál, és mondta Imre, hogy hát gyere fel, Hildával megbeszéltük, hogy valami nagyon fontosat szeretnél. Már éppen alvásra készülök, mert holnap megyek Tájföldre, Bangkokba. Felmentem, megmondtam, oda tettem a fotókat, megmondtam neki, hogy ha holnap ez 10-ig nem lesz Párizsba, Belmondó asztalán, nem lesz kiállításom Párizsba. És így forgatta kezei között, mondta, hogy már kicsit késő van, 9:30, de mivel ő volt a hajózók, így mondják, a hajózók szolgálatvezetője, ezért azonnal telefonált egy számot, mondta, hogy Jóskám, hát nincs mit tenni, én megyek Párizsba, te pedig mész Bangkokba.
5 perc alatt cseréltek, este 9:30-kor, és Kövér Imre kapitány reggel kapitányi ruhájába 8 órakor elindult, 9:50-re már Párizsba volt, taxival odament a Varieté színházba, és oda tette Belmondo asztára, Solc Endre küldi Békés Csabára ezeket a fotókat. Ezek igen, teljesen de... elájultak, és így történt meg, hogy elvállalt, hogy meg. Igen, de van ennek a kiállításnak egy Habsburg szála is. Igen, igen, ez volt a Belmondo szál. A Habsburg szál az csorvás. Tehát ez egy mesebeli környék, Békés Csaba, minden mesebeli. Minden innen indul ki, csak sok ember nem tudja, hogy nem is kell túl messzire menni. Itt mindig találunk olyan embereket, akik a legfelsőbb körökhöz kapcsolhatóak. A mai napig is, csak ma már nem mondok neveket. Az a lényeg, hogy Habsburg... Igen, itt jön be Szőke János Páter, az európai püspökök helynöke, aki a püspököknek a, mondjuk azt, hogy csoport vagy osztályvezetője volt, sajnos már nem él. Ő együtt járt egy iskolába a csorvási katolikus plébánossal, és éppen ott tartózkodott Habsburg Ottó is, és így hármukat sikerült egyszerre elcsípnem, mikor átmentem Csorvásra, és ott beszélgettünk a parókián, és felvetettem ezt, hogy hát Belmondo is lenne, meg egy nagyon elegáns megnyitó lenne, de nincs helyszín. Nincs helyszín, mert Szávai, a volt nagykövet, nem engedte meg, hogy kiállít, csak azt mondta, hogy a Magyar Kultúra Háza foglalt. Később megnéztük, nem volt semmi, be volt zárva, nem volt program. Párizsba a Magyar Kultúra Háza, de nem volt foglalt. Nem érdekes, és akkor egymásra néztek, és annyit kérdezett Habsburg Ottó Szőke Jánostól, ki van nekünk ismerősünk Párizsban, ki van nekünk emberünk Párizsban, és így ránézett Szőke János, Ilonka néni intézte nekem az egész. Ja, fogalmam sem volt ki ez az Ilonka néni, később aztán kiderült, mikor a gyerekekkel itt elmentem az előre Spartacus fotbalistáknak a buszával, ami 7 méter hosszú volt, 7 méterrel hosszabb volt, mint egy átlag, székeket összefordítottuk, kártyáztunk, pálinkákat, mindent vittünk, amit csak lehet. Ezekkel. Meg a képeket? Meg a képeket, persze hátul, de mint pingpong szakosztályon mentünk ki, mint pingpongosok, és a képek hátul voltak, a fotókat vittem, azt a határon be kellett mutatni, hogy azért vannak, lesz egy kultúrkiállítás is, csak úgy mellékesen, de persze ez volt a fő hangsúly. De ezt úgy nem mondtam, mert vissza kellett hozni ugyanannyit képet, amennyit kivittünk, tehát ez na, az a lényeg, hogy végül is nem Belmondo nyitotta meg a kiállítást, de megvolt a kiállítás. A kiállítás megvolt, Belmondo segítkezett benne, és a titkárra is jelen volt. Nagyon jó sikerült, és ezért... És most jön az apropója. Az apropója, 30 éve igen, volt, az apropója annyi, hogy a... Újra! Hogy fölveszed a párizsi hát szállat. Igen, ugyanaz, csak most a fia, a királyi főherceggel folytatódik. Tehát Habsburg Ottó fia. Igen, aki egy ilyen közös találkozásunkkor az még a fia esküvője apropóján az történt, hogy Habsburg Ottó annyit mondott csak nekem, hogy Endre, a fiam még neked is György, és nem Gyuri. Nem kell királyfőhercegnek szólni, de ne Gyurinak, Gyurikám, tehát ez kicsit túlzás. Úgyhogy most Gyurival felveszem ismét a kapcsolatot, vagy már fel is vettem, aki most a nagykövet, és már nem túl sokáig. És ő, mivel jelen volt az első, mikor édesapja szervezte nekem az első kiállítást, most megpróbálok licitálni erre, és egy másodikat megcsinálni. És most és Belmondo már... úgy lesz jelen, hogy a profi igen, zenéjére. Igen, a Belmondo kérés, vagy Belmondo ismeretségének a kérése az volt, hogy a profinak a zenéje menjen a háttérbe, mivel ő részt vett nekem az első kiállításod, és akkor ez így, és ugyanúgy Kozma Évi kijönne, most már jól beszél franciául, tehát végül is a vonalat nagy részt megtartottam, illetve terve van, hogy kijön velem, boldog lenne, mivel az első ilyen kicsit úgymond félre sikerült, tehát jól sikerült,
kerül, de maga bemondó kívül volt az ajtón. Azt most nem érdekes megmondani, hogy miért. A vallási hovatartozása miatt nem jött be a katolikus misszió Hongroába. Na most neked rengeteg híresség nyitott meg kiállításokat Magyarországon is, Békés Csabán is, Budapesten is. Ezek közül kiemelkedik Koncz Gábor. Szerintem a legtöbb kiállításokat ő nyitotta meg, Koncz Gábor, Kossuth Díjas színművész. Igen. Honnan ered a barátságotok? Ez is nagyon-nagyon-nagyon régi, és hát ő még nagyon-nagyon-nagyon fiatal és aktív volt. Most ugye 85, akkor 80-as évek elején, mikor mezőegyesen tanítottam, és lovakat is, hát hogy mondjam, vett ott, és lovagoltatta a kislányát is, a Reginát, aki volt, mit tudom én, 8 éves. Onnan ered a kapcsolat, és ott lovagoltunk, kocsikáztunk, és akkor így volt az első kiállítás. De hozzáteszem, hogy több mint 40 év elteltével mindig ugyanazokat az összegeket mondtuk be egymásnak, ami akkor volt. Most nem érdekes, hogy mondjuk bemondok egy összeget, mondjuk 100 ezer forint. Akkor is 100 ezer volt, mint most hoztam egy újságcikket, hogy 80-as években akkor 5 ezer volt egy tenyérnyi pasztelképem, ami most 500 ezer lenne. Egy kis, tehát tulajdonképpen nekem a 20-as éveim azok, tehát én is egy király voltam, vagy én is egy császár voltam, mint a Habsburgék, tehát 2-3 napi rajzolásból vettem meg a békési lakásomat, emlékszek, 3 nap alatt a földön fekve rajzolgattam, és utána mondta a feleségem, hogy hát kellene autó, akkor még 3 napig rajzoltam, és akkor megint. És Békés megyei újságot is elhoztam, akkor 80-as évek, 86-88, itt van a cikk, a kis rózsák fazékban, azt 500 forintot kaptam a Békés megyei újságtól, ami most 50 ezer forint lenne, azért az egy fotóért, hogy egy rajzért, hogy bekerült az újságba. Úgyhogy tulajdonképpen... Na de akkor most térjünk az elejére is, igen, hogy igen. Lettél te festőművész, miért nem gyógyszerész lettél? Igen. Ez nem átkoztak ki a családból? De majdnem, igen, majdnem, de apám megbékélt halál előtt, megbékélt ebben, egész addig nem. Annyit mondott csak, hogy a neved írd le helyesen, és gyógyszerész leszel, fiam. Mondom, apu, biztos elég, a kémia nagyon nehéz, az lehetetlen, hogy megtanom. De én is kettes voltam, meg a nagyapád, mindenki, de utána megszereted majd. A szerves kémia gyönyörű dolog, a szervetlen az nehéz, jó, ez a felvételi, ez a matematikai számítások, de ezen túl leszünk mind a hányan, és utána már csak keverni kell a mérgeket, nagyon jó lesz, hidd el. Én mégse hallgattam rá, inkább a festékeket kevergetem, és azt szívom fel a bőrömbe, ami miatt rengeteg betegségem is van, de vigyázni kell, hogy piszkos körömmel kell hozzányúlni, tehát sose szabad kitisztítani a körmöt, mert itt szívódik fel legjobban a méreg a köröm alatt, és így, hogyha kicsit piszkos a köröm, akkor ezzel megvédem magam, és utána, ha már nem festek, akkor tisztítom ki a köröm alatt. Visszatérve az édesapádra, ő is Endre volt. És? Így van. Ő gyógyszerész, de úgy tudom a nagyapád is, óriási hagyaték maradt meg, még most is megvan. Tulajdonképpen ezeknek a régi recepteknek a felújítás, illetve kiadásából részben, úgy, mint ahogy egyesek süteményes recepteket is adnak el cukrászdákba, tulajdonképpen már ebből meg tudnék élni bőven, hogyha ezzel foglalkoztam volna, de ezek megvannak, majd egy arra érdemesült gyógyszerész, akinek csinosnak kell lenni, meg szépnek, tehát majd kiválasztom, hogy ki az, nem tudom még, hogy ki. És meddig vezethető vissza ez a gyógyszerész? Egészen közel Mátyás királyig, tehát már utána levő második Ulászlónak már Solc volt a gyógyszerésze, tehát királyi gyógyszerészek is voltunk. Aztán a Habsburgoknak később, a császári királyi gyógyszertár. Sőt, az utolsó gyógyszertárunk, amit privatizáltunk volna,
ha én gyógyszerész leszek, az Budapesten a Váci utca sarkán, amit úgy hívtunk, hogy Vilmos császár patika. Az is a miénk volt, a Vilmos császár patika. Ami most Isten tudja, hogy micsoda, nem tudom már, hogy mi, de nem gyógyszertár, meg lett véve, aztán most már nem az. Tehát egy óriási tradíció. Ugyanakkor a kézügyesség, az iparosság is jelen volt. Igen, édesanyámról igen, keveset szoktam beszélni, pedig ugyanolyan fontos a másik vonal, az iparos, a bunyevált szerb iparos, a gácser vér, ahol mindenki csizmadia volt, tehát ilyen mesebeli szakmák, nagyapám testvére és cipész volt, csizmadia, de nem olyanok, mint ma, hogy visszaragaszt egy talpat, hanem megcsinált egy komplett csizmát, vagy egy cipőt. Ugyanúgy nagyapám is az első világháborús katonazubbonyokat is meg tudta varni, meg a nadrágot, meg mikor a paprikások jöttek egyesen, és 80 éves volt, és azt mondták, hogy Józsi bácsi, csak ezt az 50 méteres fóliát varja már össze. Így néztünk, hogy jó úristen, hát ez hatalmas munka, ez a végtelenül hosszú paprikafólia, többiek csak néztek, nem ismerték vállalni, meg 80 évesen mondta, hogy fiam, segíts az inger varrógépet, elvitte a kert végébe, már egy kis pont látszódott a fejéből, ott volt a málnabokor, oda helyezte a varógépet, meg néztük, és áthúzta, mint egy tengerész kapitány, mint bársz kapitánya, ezek a kalózhajón, érted, amikor vonják be a vitorlákat, áthúzta ezt a mérhetetlen hosszú fóliasátrat, és végig varta a fóliás, Isten Józsi bácsi ezt is megoldotta. Tehát nagyapám is egy, amellett, hogy első világháborús harcos volt, az inger varrógépbe ott volt beleszúrva a bajonettkés, amit ugye levett a első világháborús fegyverről, a fegyvert bevonták, de avval szalonnázott reggel. Művész is volt a családban, nem is akármilyen művész, híres művész. Hogyne, a szintén apai ágon volt, az operaházban ezt említettem is, mert először mondták, hogy ne koszoljam be ennek a szobornak a fejét, mert rátettem a Hollósi Kornélia fejére, így a szobor, egy gyönyörű márvány szobor van az operaházban, és rátettem a kezemet, és mondták, hogy az igazgató úr mondta a Vas Lajos, hogy Solcú legyen szíves levenni a kezét, ne piszkítsa össze ezt a szobrot, mert ez nekünk, ez egy nagyon fontos, mondom, igen, ez a Dombegyházi, és itt jön be megint Békés megye, Lonovics Hollósi Kornélia, nem rokon a Lonovics Lacinak, hanem csak az úri előneve volt, tehát Hollósi Kornélia az operaház első dívája. Ő is a dédnagynéném volt, és apámnak a nagynénje, dédnagynéném, és ő is egy rokon. Tehát Hollósi Kornélia is. Igen, de neki itt jön be a Hollósi Simon, aki nagymamám, tehát Hollósi Simon, aki nagymamám szegedi lakásába, mikor a Stingl zongorán játszott, nyakába egy rókaprém, fején egy különleges francia kalap, mert ő is élt ott sokáig, ugyanúgy, mint Nyilasi Sándor, az ő nagybátyja. Itt jön be Nyilasi Sándor, akinek a képeit jó részt örököltem. Ő is rokon, tehát ő tápéi festő, a Szegedi Móra Múzeumban tele van Nyilasi képeket. Tehát Szegednek ugyanaz Nyilasi Sándor, mint Békés Csabának Munkácsi Mihály, csak ő mondjuk, hogyha úgy veszük, mondjuk legyen másodvonalas, tehát, de majdnem olyan, mint az MB2, Munkácsi meg MB1, de végülis barátok is voltak. Ma már a legnagyobb lenne, ha élne. Ma már a képei annak idején 30 ezerért akarta tőlem bevenni a Szegedi Móra Múzeum, most már 3 milliót is adnának, de nem adom semennyiért se. És az operaházba pont ott volt Bánó András, a Tét című műsor, meg a többiek, ott voltak, mondták, hogy Solc úr, 300 ezer, nem,
távolodj ember. Tehát ilyen gyűjtők ott voltak, pestiek, meg médiások. Nem engedtem megvenni, mert elvittem a Munkácsi képet is, hogy lássák, hogy van közöm az Operaházhoz. Mert Ilasi Sándor Locz Károllyal festették a mennyezetet. Hollósi Kornélia szobor ott volt a izén, és mondták, hogy most már ennél több rakat nem tud mondani, igaz? Mondom, de igen, menjünk le a pincébe. Ott van nagymamám harmadik férje, aki a dobos iskolát írta, aki az Operaház zenekarának volt a dobosa, Vigdorovics Sándor, annak is ott volt megfestve a képe. Mondom, kit kérnek még esetleg rokon, mert mi vidékieket ide nem engedünk be kiállítást csinálni az Operaházban. Mondom, de most már én itt vagyok. Úgyhogy ez is egy nagyon szép emlékem volt az Operaház. Ha már most... Munkácsi szóba kerül, bocsot, félbeszakítalak, csak kellik az idő. Igen. Ha már és még sok kérdése. Jó. Ha már Munkácsi szóba kerül, milyen képeket válogattál ide a önálló kiállításodra a Munkácsi Mihály Múzeumban, ami két hónapig volt látható, igen, és sokan is látogatták. Igen. Szerencsére pont a főkép az lett, ami róla, tehát készítettem egy ilyen, most úgy hívjuk, hogy csúnya szó, hogy replikát, régebben parafrázist. Elkezdtem egy Munkácsi csendéletet másolni, egy szép virágcsendetet, mivel nekünk is van otthon egy Munkácsi első másolat, egy másik virágcsendet, amit húgom elhappolt előlem, és már ez a másolat is milliós nagyságrendet ér, mert annak idején 100 évvel ezelőtt meg volt határozva, hogy ki lehet az a 2-3 ember, aki egyáltalán másolhat Munkácsit, és nekem az vagyis nekünk van egy. Gondoltam, akkor én is csinálok egy másolatot, persze nem írom alá, vagy pedig csak úgy, hogy Munkácsi után, vagy sehogy, mert akkor ugye bűncselekmény. Elkezdtem másolni, és épp akkor mondták be a rádió, vagy tévé, hogy keresik a hamisítót. Rögtön abba is hagytam, de csak úgy játszásiból az egészet, és utána jött a zsűri, mielőtt kiállítottam, és hál' Istennek, hogy félbehagytam, mert így lett jó, aki mondta, hát ez csodálatos, uram, ez egy Munkácsi keretben, ez volt a kiállításom főképe, egy ilyen állványon, és színben is annyira jó, épp tegnap előtt tettem fel, 5 perc múlva már mindjárt 80-an, most már 100-an, most már 220-an tetszikelgették, sosem érdekelt ez a tetszikelés, de most már én is megőrültem, mint a többi ember, úgyhogy állandóan fölteszegetem ezeket a. És akkor mondják, hogy Endre, ezek a mostaniak még sokkal jobbak, mint a régi képeid, és közben pedig mind régi, mint 20. De nem válaszoltára, jó volt egy Munkácsi, igen, utánza, de tehát, azon kívül, igen, ne, persze, minden oda az Adriás képeid nagyon a két, ismertek, a Balatonia, illetve Békés. Így van. Békés Csabáról készült képeid. A két terem ketté osztottam, az egyik a szerelmem Adria, tehát ugye a szokásos, amit egyszerűen Blonovic szerint már, a kollega szerint már csukott szemmel is megfestem, meg ez már nem is érdekes. Én még azért csukott szemmel szeretnék még 50 évig bosszantani őket, hogy még megfestem 102 évesen is, ahogy Solc Márta néni mondta, 102 évesen, ahogy ott állt apám, meg én egymás mellett álltunk, én voltam mondjuk 30, apám volt 50, és így ránk nézett 102 évesen, sose leszel olyan jó képű, mint az apád. Mondta Márta néni, én mondtam neki egy csúnya szót, hogy mi történjen vele, de azért még élt egy fél évet attól függetlenül, és hát úri emberek voltunk, ott olyan divat volt ez az ilyen hozzászólás, hogy életemben egyszer találkoztam vele, akkor is így beszólt nekem. Sosem leszel a jó kép. Na és az Adria hogy jött bele? Hát az Adria így, nagyapám, meg apám, hát Triestbe volt nyaralónk. Tehát nekünk nyaralónk volt a Fiume, ugye? Fiume szálló. Ahol van a Fiume szálló, nekünk ott nyaralunk volt, és az Magyarországhoz tartozott. Csak hát ezt most hiába mondanánk, lehet, hogy nem hinné el senki. Tehát hát hogyne, valahol meg a gényeimben is van ez a mediterrán dolog, mert ráadásul apám az mindig mondta, hogy azért festem ezt ennyi sokszor, mert a Mihálovics sok, az is ilyen déd nagybácsi, az pedig zágrábi érsek volt.
Tehát nekünk volt érseki felmenőink is, és zágrábi érsek, tehát hát ugye Horvátország nyilván, tehát neki biztos, hogy volt dácsája az Adrián, stb. Az érseknek, aki majdnem pápa is volt. És tehát bennem van ez a, ahogy oda közeledek, mint hogyha hazajönnék. Tehát most már ezt is szeretem, ezt az alföldi részt, de valahogy, hát mivel ti itt születtetek, nektek még mélyebb a gyökér, tehát az a tanya, tehát festek tanyát is, meg alföldet, azt is úgy próbálom, mint a tengert, ugye a tengeri kukorica, tehát akkor végül is azonosulok vele, de ez a két témakör most már egybe van, meg itt is az időjárás lassan mediterrán lesz, úgyhogy csak oda pattintok egy pálmafát ide a körös csatorna, teljesen ugyanaz. És akkor a vizet egy kicsit meghúzom a horizontot, és el se kell menjek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen mikrokörnyezetet is lehetne egész életen át festeni, úgyhogy csak 20 métert megyek, csak hát azért muszáj egy kicsit feltöltődni egy másokkal. A nők maradnak, mert horvát nők akkor, mint a Yeti jönne velem szembe, vagy a szerbek is. Most azt hittem, hogy a Sirius bolygóról jött valaki, amikor az Európász garázsába éjszaka két nő jött velem szembe, és azt hittem, hogy úristen, létezhetetlen, hogy itt vannak már az UFO-k. Mert két méter 20-as ugye az akadémiáról két csaj ott lakik albérletbe a röplabda akadémiára, és tényleg úgy szembejöve ezek a szerb-horvát nők óriások. Tehát érted, mellette az ember egy törpének érzi magát, tehát azért mondom, a táj az nagyon tetszik, de ott nyilván ismerkedni nem nagyon fogok, mert nagyon kicsinek érezném magam mellettük, a viccet félretéve. Tehát az a táj, az nekem a szívem csücske, és ugyanúgy, hát innen meg nem megyek el, mert egyrészt az óriási ismeretség, ami van, és hál' Istennek sokan már megbékültek velem, először ilyen kis, mit tudom én, pökendi embernek tartottak, vagy akárkinek, meg szelebúrdinak, de végül is az is vagyok. De most már nálam csak gonoszabbak vannak itt. Tehát tulajdonképpen én most már jó ember lettem. Hát meg egy jó tanár is vagy. Hát szerettem a gyerekek, van egy szociális érzékenységem, ha bár most már kezdek egy kicsit, hogy mondjam, megunni azt, mert mindjárt indulok kifele Elek Lökösháza, hogy mit tetszett hozni. Tehát rögtön ugye már az ajándék, ilyen téli-nyári Mikulás vagyok. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy most lesz Mikulás vagy nem. Nekem állandóan kérnek tőlem valamit, tehát én ilyen örökös Mikulás lettem, viszont akkor utána dolgoznak. Tehát nem, nincs az, hogy be kell rendeljem a szülőt, hogy a gyerek rendetlenkedik, mert le van kötve. Tehát én megveszem, most is ben van a kocsimba, most éppen az lesz a varázsceruza, ami egy grafiton belül van, vagy 20 szín. És egyszer csak, mint a tolba is volt, hogy rengeteg. De itt egyszerre húzhat az összes színnel. És csak rajzot tanítasz? Vagy most vizuális? Az vizuális, amit visszaalakítottak szerintem rajzá, mert a vizuális szóra mindenki a vízre asszociál. Tehát senki se fogja a látvány szót. Tehát a látvány szót nem tanítják meg a legtöbb iskolában, hogy ez látvány jelentene, inkább azt mondják, egyen meg a fene, van egy ilyen vizuális, inkább az egész tantárgyat kidobták, mint a hisz csecsemővel a gyereket. Az összes középiskolába vagy technikumba nincs ma már művészeti oktatás. Nincs. Nincs. Hogy ezt a művészeti tárgyat, amivel megtanítanám, hogy a népi barokk, a evangélikus templom, meg ilyesmi, ezt nem tanítja senki. Sőt, meg azt mondták, hogy ezek hülyeség, ezek a templom. És a másik szakod a földrajz. Igen. Erről hát, nem beszéltünk, hát, hogy azt hát, nem tanítod? Vagy? Dehogy nem. Hát ahol érettségre a börtöniskolának vagyok a fő tanára. Hát ez a legjobb a riport, legjobb rész, hogy most jön az, hogy én a BVK, a Dunaújvárosi Rendészeti Iskola, hát a vízkist mindenkit mi érettségiztettük. Na most innen, most már vágjátok ki a legjobb. Na jó, viccet félretéve, tehát van egy Dunaújvárosi levelezős iskola, aminek egy börtönpszichológus és egy volt börtönigazgató, gyönyörű szőke hölgy a tulajdonosa, és ez 26 iskolából áll, vagy 30-ból az országba, és annak az
az egyik tagozata itt van, itt a gyöngybe, ez a Pannon, és ott vagyok. Tehát ez egy esti iskola, dolgozók iskolája, azok tisztelettel jönnek, azokat most fogom. És ott földrajz. Ott, igen, és azokat, mivel egyetemen van földrajzból, azokat érettségiztetem, és akkor ezzel egy kicsit az egyensúlyt így visszaadom, mert szeretem a beteg gyerekeket is tanítani, de néha jó így váltani egy kicsit, hogy ne tespedjek bele ebbe a szociális akármibe, mert szeretem, de utána nem látom magamat kívülről, hogy nézek ki egy idő után, és akkor kell egy másik vonal. Másik. Tanítasz, gondolom az délelőtt megy, festeni éjszaka szoktál? De, hogyis, vagy amikor jön, nem, lehet, inkább vagy... ilyenkor korán. Tehát sokan azt hiszik, hogy alszok, de nem alszok, hanem az ágyból festek. Tehát az ágy mellett van egy állvány, és akkor félig alva dolgozok már olyan 5-6-kor, tehát korai vagyok. Nagyapám is 5-kor már ült a Szabó műhelybe, a harcos, és utána 7-kor etette a disznókat, de előtte reggel kicsit vart. Aztán még később rátér, tehát délután még rátérek egy keveset, de reggel frissen, amikor legfrissebb az ember, akkor 5 perc alatt is tudok hatalmas izét csinálni. Csak sokaknak úgy sokszor mondtam ezt a hány perc egy kép, és akkor ezt jegyezték meg az ember, és utána most már sokkolok mindenki, rá fél óra izé, és neked ez fél óra, de és akkor nem értik meg, hogy számokat nem akarok mondani, de volt a nagy képmutatás, igen? Amit kitaláltál, mégis többen. Erről mesélnél, mert hát ott igen. Legalább 3000. Tudom, de arra is mondták a kollégák, hogy ezt nem minősítjük. Ezt nem mondom, hogy ugyan ki. De mi volt ez a nagy képmutatás? Hát a Madarász, Gyula bácsi, igen, Debrecenben voltunk, ott is tanítottam Hajdúszoboszló gyerekekkel Madarász Gyula bácsi műtermébe, és akkor a nagyon jó pofa volt a gyerek, az öreg megmutatta a képeit, meg minden, és akkor hogy mentünk ki az ajtónak, hogy visszaszólt a gyerek, a Szoboszló gyerek, hogy Gyula bácsi, köszönjük a vendéglátást, köszönjük a képmutatást. És ez annyira jó ez a szó, ezt angolból, én azt hittem, hogy ezt angolval is így át lehet fordítani, de nem, hát a magyar ennyiből, hát ez biztos, hogy csak, hogy big, meg izé, meg tudod, ez az angol izé, tehát ilyen fonetikusan lehet, hogy van rá valami slang erre a képmutató szóra, de az biztos, hogy ez nem ez. Tehát így ez a szó, így egybe, ez így jó képmutatás. És ezt megjegyeztem? Ezt megjegyeztem, és akkor találtam ki ezt, és most már azt hiszem 9 vagy 10 éve volt ez, sajnos jó régen. Le kellett volna védenem, de 100 000 forintba került volna, hogy Budapesten, tehát akkor adjak, nem volt 10 éve 100 000 forintom erre a dologra, sőt lehet, hogy egyáltalán nem volt akkor úgy pénzem, és csak azért, hogy azt elküldjék a minden így Pesten keresztül, van, ez már kicsit unom, mikor a vám is volt a külföldi kiáltása, mert mindig Pest, mindig valahogy megakadt a dolog. Vagy most akár a Scholznak festettem egy képet a kancellárnak, és... Na erre még visszatérünk, de most van a képmutatás. Tehát ez a lényeg, hogy... Az volt a lényege, igen, hát, ahol hogy, vannak képei, igen, megérted őket. És nagyon sokat vissza is hoztak. Volt, aki Debrecenből a keresztapának a felesége, Hupuci Lászlónak, az Aranybika igazgatójának a feleség, aki sajnos tragikus körülmények között azóta már meghalt, de Hupuci László, az Aranybika, meg az egész civis gasztronómia, RT, 200 szálloda, 200 hotel. Lehívtam egyébként őket Batonyára, és azt valami kis Opellel jöttek a feleségével, de ott meg is verték a vendéglősök vezérigazgatót, hajbókoltak, így Csabán is, Andor Tomék azért felismerték nagy nehezen, és akkor mondja, odaszólt éppen Andónak, azt hiszem a filmében volt, hogy hát itt a fürdő, hát mint ahogy ezt a gyöngyöt is, vagy ezt is lehetne geotermikus energia. Hát miért nem vezetitek a fürdővizét be a körösbe, akkor nem kellett volna lebontani, meg így elárvulni az egész. Mondta, hogy a köröst megvenni, hozzá csatolná a debreceni Bikához, de a fiumét nem, mert ott csak
15 vagy 20 szoba van, az neki üzletileg az nem jó. Higgyük el, hogy vendéglátásban az vesztesség. A Körös ott volt 100 szoba, vagy nem tudom mennyi, pillanatok alatt fölmérte a helyzetet, kérdezte, hány méterre van a fürdő. Tehát tudta egyből, mint a déli bábnál is, hogy a vendégek egyből mennek be a fürdőbe, és ez így működik együtt ez a történet. És mondtam, hogy nincs olyan messze. Hát akkor ide lehet vizetni a vizet, stb. Stb. Tehát végül is Debrecenből is hoztak a felesége felül. Tehát Marika egy egyszerű, hiába volt ő milliárdos és a Bika vezére. A felesége hajdúszoboszlói mázsaházba könyvelt, és Laci mondta, hogy mondom, hogy Laci, miért nem veszed ki a feleségedet? Hát egy hetes BMW jön, érted, minden nap a szilfákkal jár, fölvesztéged víz Debrecenbe, és az asszony meg itt van a mázsaházban. Hát Marika szereti ezt. Rá majd mindig betakar. Jó, de még mindig nem mondtad, hogy mennyien voltak, és meddig élt a sor. A igen, igen. Mindenki ott igen, hozta igen, a Solc képét ott így van, volt, igen, és alkottak egy láncot. Hát a képek, hú, hát több száz kép volt. És az a Csaba Center. Igen, és a Csaba Centerbe tároltam a képeket, és az egész Jókai utcát végig vittem volna, mert még több mint 100 kép bennmaradt a centerbe, de a rendőrség ott a Jókai utca környékén zárta a sort, hogy ugye nem tudott többet védeni, és azt egy órára ott lezárattam ezt az egész izét, de kifutott volna a víztoronyig bőven a sor, de így is világrekord, mert összesen megtudtam Angliában talán 100 méter se volt, aki valamit így csinált, de nem ilyen, hogy közel egy fél kilométeres sor. Tehát ilyen nem volt, meg több száz kép, tehát közel 1000 kép volt bent, és olyan több mint 500 volt kint az utcán, de lehet, hogy még több. Tehát mindenki kettesével tartotta, és 3 vagy 400 gyereket sikerült összeszedni, de nagyon nehezen. Nagyon nehezen, mert az iskolaigazgatók azt mondták, hogy gyerekek nem dolgozhatnak. Tehát nem úgy, mint a gyerekkorom, hogy volt riadólánc, az felemelsz egy képet, ez egy munka. Hát a gyereknek nem szabad. Hát a gyerek felemeli, szülő szól, hogy dolgozott a gyerek, és én dolgoztattam. Mondom, Úristen, tönkreteszi nekem ezt a bulit, a képmutatást. Mindenkit meghívtam egy fagyira. Aki ott volt, az atlétikai verseny után, Lagziék boldogok voltak a Csaba Center, mindenkinek együnk egy fagyit, megették a fagyit, ott maradtak a gyerekek, nem mentek haza, és azok lettek a képmutatók. Úgyhogy ez nagyon jó sikert, és prima volt az idő. Havasi Csabáék a Csesznával. És helikopterről is fotózták? Nem, Havasi Csaba Csesznájával, őt nem érdekelt, ő itt a városban a legnagyobb ember, a Lina már elnöke. Fölé repült a Csaba Centernek. És a fiam ott fönn volt a gépen, és megvan a kígyózó sor videón, ahogy kígyózik a sor, és Zorán zenéjére, hát ezt a Duna TV Horváth Csabáék, amit felküldtek, ezt kivágták a Duna TV, hogy ne legyen ugye szerzőjog, hogy a Zorán zenéjére megy föl a repülő, de akkor is ott voltam. Egyébként pont tegnap láttam, azt hiszem a Facebookon, hogy Zoránnal is most találkoztál itt, Csabán? Nem, én ezeket a pár évjeket most teszem föl, és akkor mindenki azt hiszi, hogy ez most van. De nem baj, hogy így összemosódik a múlt meg a jelen, mert úgyis... De Zorán is nyitott neked már meg ki. Zorán? Hát azt mondta, hogy csak egyszer nyit meg 94-ben Gyulán, mert ő akkor mondta, hogy ő ilyet még életében nem csinált 94-ben, most 80 majdnem, akkor volt, mit tudom, 94, 2004, 2014, 24, majdnem 30 éve, ő volt, mit tudom én, 50 éves, én meg voltam szintén ilyen majdnem 40, ilyen, de hogy inkább 30 valamennyi, és akkor találkoztunk először, és akkor ott énekelt, de őt mindig így kaptam el a koncert előtt egy pár perccel, ott a téblában volt, és mondtam, kezében nyomtam egy papírt, mondom, ezt kéne felolvasni. Mondtam, jó, mert én azt mondja, én fejből nem tudok, én néger énekesnő szerettem volna lenni, mindig rekettes hanggal, és így barátkoztunk össze, mert ő egyébként
meghívott csokoládét főzni a Rózsadombi házába, tehát úgy él, mint egy celeb, de ő nem celeb nyilván, hanem annál sokkal több, de viszont mégsem éli azt a, tehát nem mindenkit enged be a házába jogosan, meg ő nem is tintázva. Az életformája nem olyan, de minden esetre ő, ez 2-3 évvel ezelőtt volt itt, de egyébként ő négyszer, tehát azután, a 94 után végül is minden 1-2 évben, most is elkaphattam volna a mostani, de most nem, egyrészt én is betegeskedtem, másrészt meg nem volt kedvem, de legtöbbször sikerül fölhívnom, megvan a száma, közvetlen otthoni száma, azon felhívom, és legtöbbször elfogadja. Tehát és nála, és a lányánál is van kép, ugyanúgy, mint Koncz Gábornál és Regináéknál. Tehát mindenki, legközelebb majd egy olyat csinálok, hogy mindenkinek a gyerekeit hívom el ide. Mert mindenkinek a gyerekénél ott vagyok a szobába, mint ahogy neked is. Így van. Olaf Scholznak viszont a német kancellárnak úgy néz ki, nem leszel, pedig volt egy nagy ötleted. Hát igen, megint folytatni akartam azt, mint a Clinton kiállítást, vagyis a Clinton kép adományozást, ami szintén az amerikaiakat sose csíptem, de valahogy ez az, hogy ott a nagykövetségen annyit mondtak, hogy írjak le egy cetlire, hogy nem ér 200 dollárnál többet a kép. Leírtam, és ott volt a mostani külügyminiszter apja, Antoninak, a kis Antoni, a világurának, az apja Donald, aki az én barátom, és annyit mondott, hogy Scholz úr, jó, megvan, átvesszük a képet. És Donald Blinken levele a kezembe van, ami az Amerikai Egyesült Államok hadseregének védelmét élvezem, amíg élek, és ezt a kultúrattasé egy egyenruhába vonattal lehozta az Implomba, ahol majdnem orra buktunk a 2,20 méter bordásné Irénnel, aki nyugodtan fiatalon beállhatott volna a röplabda akadémiára. Ott néztük, ahogy jön az amerikai, így balra nézett ki a fejéből, és a vasútállomás felől jött egy amerikai nő, egy amerikai kultúratos, és mondta, hogy Scholz Endrét keresi, az Amerikai Egyesült Államok elnökének köszönő levelét hoztam le. Lehozták személyesen ezt a levelet. Zsolnai pont ben volt az iskolában, holnap nálam dolgozol Pesten. És így mentem Török Bálintra Zalán Tipivel, akivel ott hát nem teljesen elkölcsi életet éltünk ott a szertárban, meg minden jól éreztük magunkat minden szünetben. Nem bírtuk ezt a szigorú strapát, úgyhogy én hamarabb fél évkor leléptem, mondtam, hogy WC-re megyek, de visszajöttem Csabára, ebből a tehetséggondozó és képességfejlesztő iskolából. Hát ez annyira komoly volt, hogy már akkor e-maileznem kellett a másik irodába, hogy mikor fogad engem Zsolnai. Na, elkanyarodtunk egy kicsit Olaf Scholztól. Igen, tehát Olaf Scholz sajnos egy Simon Barbara nevű 20 éves kis hölgy vette át az e-mailt, amiben megírtam, hogy a kancelláru elküldtem a gyönyörű Scholz, hát dolgoztam rajta 3 hetet, talán még ez komolyabb képlet, mint amit Clintonnak adtam, ahol egy szőke nő nézi, ahogy Dubrovnikot lövik a csetnikek. Érted? És azt elfogadták, az egy gyönyörű dubrovniki kép volt, és azt az amerikaiak nézték is, hogy milyen jó, és meg is írta a gyönyörű levelet, hogy köszönöm, üdvözlet horvát barátaimnak, stb. Kicsit túlzóan, mintha ott élnék, de közben nem. Minden esetre Scholz sajnos Simon Barbara diplomatikusan megírta, hogy a kancellár úr nagyra becsüli a felajánlást és sokra értékeli, önnek nagyon jó egészséget kíván, de sajnos nem fér ki a kancellária falára, nincs hely kitenni. És akkor már tudtam, hogy hát akkor marad pár tulajdonképpen visszautasították, de aztán rájöttem, hogy miért, mert sajnos nem
nem csíp minket, nem ismer Scholzot. Hát én Békés Csabára lehívtam volna, Kóba, stb. Jó barátságban lettünk volna vele, itt felépítette volna első nap a konzervgyárat, még egyszer másik nap a hűtő. Ez lett volna a nagy barba terv, de sajnos még a kép se jutott el. Mondjuk hibáztam, tehát itt nem gondoltam át jól az egészet, csak azt hittem ugyanúgy, mint amerikaiaknál, hogy fölküldöm az e-mailt, fölmegyek a nagykövetségre, és átadom. De nem. Sajnos rögtön vissza utasították. Aztán később megtudtam húgomtól is, aki jogász, meg bíró, hogy változtak a törvények. Valószínűleg emiatt nem fogadták el, bár ajándéknak elfogadhatta volna, de azt szerintem érzékelték, hogy az több, mint 200 dollár, tehát ők már rájöttek, vagy 200 euró, több a kép értéke, és azt már Kinder tojást írta, hogy azt Indiából elfogadták, meg mit tudom én, akármit, tehát rengeteg ajándékot elfogadott, de ez túl nagy, tehát csak ezt nem írta oda, hogy ezt nem, tehát így a Scholz... Scholz Endre túl sokat ér. Igen, hát sajnos, igen, úgyhogy ez volt a Scholza, de még lehetséges, hogy összejön ez a német vonal, csak úgy, mint szervezet fogom elküldeni Eleki vagy Gyulai német önkormányzat által. Még egy kérdés, nem beszéltünk a fiadról. Igen. Fél szóval megemlítette, a fiam Kristóf, kiváló. Nem Endre lett akkor végül. Nem, Kristófot részben szerencsével, vagy csak úgy véletlenül, ugyanaz lett, mint az első gyógyszerész. Tehát a Scholz Kristóf volt végül is az első, az ulászló gyógyszerész. Ez persze Jutka feleségem lehet, hogy nem is tudta, lehet, hogy véletlenül bökött rá, de apám csak úgy mosolygott magával, hát ő volt az első. Tehát az első tényleg Kristóf volt, és utána lett az Endre sorozat. És a gyógyszerész lett volna, hát ez lett volna jó, hogyha a szegény apám az még betaníthatta volna, és akkor egy láncszem kihagyásával, ami ugye én vagyok, a Schwarzschaffe, a fekete bárány, visszatér ez a óriási tradíció, hatalmas mi a fenékkel, szellemi hagyatéka. Tehát azért mondta apám, csak a neved ír le helyesen, már vár Szegeden, Klivényi Feri osztálytársam, gyógyszerész teszel és kész. A fiam mit csinálhoztam? A fiam fotóművész, operatőr Budapesten, tehát a fiam operatőr, és hány éves? 33 ilyen krisztusi korban van, tehetséges, most éppen egy óriási projekten dolgoznak itt az Attilával, kicsit haragszok is rá, remélem, hogy rendben megy a tiszteletdíjnak az átutalása, tehát vagy valami 6 vagy 8 ával, rengeteg filmet kell megcsinálni, amiből 60 valamennyit Kristóf csinált, még én is furikáztam őt jobbra-balra, lehet, hogy ott is váztam meg, mindegy. Tehát lényeg az, hogy ügyes gyerek, kicsit alapos, lassú, de jó, tehát nem véletlen Alföldi Róbert, mindenki foglalkoztatja a Centrál Színházból, rengeteg jó, tehát munkája van szerencsére Pesten, de szegénynek ugye lakása nincs, tehát itt jön be az, hogy kellene venni 100 millióért egy lakást, de ahhoz kéne még egy pár képmutatást csinálni. És akkor a gyerek helyre lenne téve, mert így ez a pesti élet, tehát nagyon jól tudjuk, hogy... És utolsó kérdésként még annyit, hogy mik a közeli terveid, meg a távolabbiak? Hát ez lenne ez a, hát a legközelebbi még azért nem a Párizsi, de a Párizsit azt egy éven belül mindenképpen meg kell csináljam, hogy ott legyen a nagykövet, a kapocs, mert különben nem maradok erről a vonalról. A közeli még azért még egyszer megpróbálom az Eleki vagy a Gyulai németekkel eljutatni a képet mégiscsak Scholzhoz. Hát, ha most már átveszi, most úgyis olyan szomorkás, ugye a háború miatt, hogy mindenki cseszegeti jogosan, mondjuk. Úgyhogy lehet, hogy most elkapok egy jó szériát, hogy Scholz Endre mégis... Jó, de én nem erre gondoltam, hanem
itt Békés megyében kiállítás. Ja, Békés megyében. Békés megyében. Az az igazság, hogy most a múzeum után ugye nehéz azt überelni. Most ez hál' Istennek nagyon jó sikerült. Megnézte vagy közel 10 000 ember itt nyáron. Tehát rengetegen látták. Ez ugye meglepett itt sokakat. Meg maga a megnyitón is 150-en voltak, és a 4 kollégának voltak 100-an. Tehát, és dögmeleg volt, nagyon sok rokonom nyaralt, meg sok ismerősöm, és mégis 150-en eljöttek. A szlovák konzul, aki aztán később rendelt egy képet, és elmenőbe megfestettem a konzulátus, csak épp nem látszik rajta a konzulátus, mert a fák eltakarják. A bizottság nézte a városházat, Endre, nagyon jó, csak hol a konzulátus? Hát mondom, a fák eltakarják, de ki kell vágni egy-két fát, de aztán végül is látszott 2 ablak, mondom, ez a konzulátus, és akkor elvitt ajándékba, tehát minden ez van, valami jó történet, ez biztos, de az előző konzul, az is tőlem kért a danyó, tehát avval is úgy jobban voltam, amellett, hogy sváb gyerek vagyok, tehát a szlovákok is azért úgy kedvelnek, úgy vettem észre, hogy úgy annyit beszélek, hogy végül is most már én is már lehet, hogy Tóth Endre vagyok, már nem Scholz. Köszönjük szépen a beszélgetést!